a magyar politikai életnek nem az kellene az elsőrendű, legfontosabb, kulcsfontosságú munkája legyen, hogy felemelje a magyar társadalmat, hogy egy olyan irányba, egy olyan szféra felé irányítsa vagy vigye, ami a nemzeti lelki erősödést, nemzeti identitás erősödést jelent. És mit látunk a mai magyar politikai elit összereplői részéről? Az, hogy Fási Ádám féle bulibárók szerzeményeit építik be a kampánydalukba, ezekre büszkék, ugye a Piros lett a paradicsom, nem sárga című nagyszerű kampánydalra gondolok. Tehát hová süllyedhetünk még le? Tehát, hogy nem az a elsődleges szándék, hogy ez népet, és most csak egy zárója, most nem akarom a többi miniszter urat is előcitálni, akik a kisgrófó, meg a hasonló nagyszerű kaliberű színvonal alatti szemét trágyadombot termelő rendszereket üzemeltetőkkel ölelkeznek és rakják ki magukról a különböző platformokra, hogy ők milyen jó barátságban vannak. Hát tényleg ide süllyed le ez a világ? Ugye szokták mondani, különösen a balliberális oldal, ami soha ennyi pénzt nem kapott a saját maga romboló világának a kiteljesítésére, mint az elmúlt 12 évben ettől a keresztény nemzeti polgári kormánytól, hogy itt milyen nagy elnyomás van, milyen nagy kulturális szörnyűségek vannak, és hogy itt kulturális fasizmus van, meg egyedek. És hát igazából majdnem ez van, csak egy kis nüansznyi dolog a különbség, én szerintem kulturális fasizmus van. Csak egy ékezetet kell levennünk erről az egész történetnek a tablójáról, és mindjárt láthatjuk, hogy kicsit más az értelme egyébként, de azért ugyanúgy hangzik az egész történet. És még tovább mehetnénk, ezer olyan szál, ezer olyan dolog van, amit meg lehetne beszélni egyébként, az is egy magyar jövője, ha a gazdaságot tekintjük, hogy multi leragadtá válik az egész ország, globális multi leragadtá, tehát tényleg ebből fognak majd az utódaink, a gyerekeink, ez az ország, ez a nemzet ebből tud majd építkezni, tehát ez is mint egy ilyen alternatíva meg tud jelenni ezen a téren. Tehát eljött az idő, amikor tényleg egy mérleget kellene készítenünk, egy mérleget kellene vonnunk, hogy ami eddig volt, az minden ugyanúgy menjen tovább. Tényleg erre van az előre, tényleg Magyarország előre megy és nem hátra, mikor minden olyan fontos platformon, ami ennek a nemzetnek, ennek a népnek a megmaradást szolgálná, azokon szenvedtük a legnagyobb vereséget. Nem mernek a fiatalok gyermekeket vállalni. Ennek lesz a következménye az, hogy összedől a társadalombiztosítás, összedől az államháztartás, mert 1980 óta minden évben egyre kevesebb magyar él a Földön. Most már odáig jutottunk, hogy minden magyar nőnek 4 gyermeket kellene szülnie ahhoz, hogy a magyarság lélekszáma 10 millió fő legyen. És akkor még az etnikai vonatkozásokról nem is beszéltünk. Mert igen, arról is kell szót ejtenünk, hogy a magyarság lélekszáma generációnként megfeleződik, a cigányság lélekszáma generációnként megduplázódik. Ezt Pokol Béla rendkívül jól leírja Európa Végnapjai című könyvében. Láthattuk az év első újszülöttjét is, akit ugye, aki negyedik gyermeke az édesanyjának, az édesanyja 19 éves. 19 évesen a negyedik gyermeket szülte. Rengeteg kérdés felmerülne ezzel kapcsolatban, például az, hogy hol volt a gyermekvédelem. Mert nem hiszem, hogy 18 évesen szült egy hármasikreket, és utána 19 évesen még egy gyermeket. Már a mostani törvényeknek a betartásával is fel kellene lépni az ilyen esetekben a hatóságoknak, de nem teszik. És ez az etnikai eltolódás még inkább felgyorsítja azt, hogy az államháztartásunk fenntarthatatlan. Mert ez az édesanyja, biztos vagyok benne, hogy nem gondolta végig, hogy miből fogja felnevelni azt a 4 gyereket, hol fog dolgozni, milyen iskolai végzettsége lehet, ha már 19 évesen 4 gyereke van. És mire számíthat a későbbiekben? Milyen életkilátásai vannak? És
most olvassuk a baloldal programját, akik meg még egy alapjövedelmet is bevezetnének, ugye ezeknek az embereknek is, hát akkor teljesen végül. De már így is vannak olyan előrejelzések, amik azt mutatják, hogy 2034-ben bekövetkezhet az, tehát 12 év múlva, hogy több cigány kisbaba születik Magyarországon, mint magyar. 12 évünk van. És onnantól kezdve kisebbség leszünk a saját hazánkban. És ezzel a kérdéssel egyik nagy tömb sem foglalkozik, mert a cigányságban könnyen, olcsón megvásárolható szavazókat látnak. Nem is érdekük, hogy ezzel foglalkozzanak. Nekünk vannak megoldási javaslataink erre, hiszen azt mondjuk, hogy aki nem volt még 18 éves, amikor a gyermeke megszületett, az ne kapjon ezt a családtámogatásokat. És azt is mondjuk, hogy 3 gyerektől minden családtámogatást munkához kell kötni. Mert egy nagy családot nem lehet úgy tisztességesen felnevelni, hogy a családban senki nem dolgozik. Elég volt ebből az ingyen élésből, és elég volt a megélhetési gyermekvállalásból, hiszen nem tudja egész egyszerűen finanszírozni a magyar állam mindezt. Óriási problémák vannak, és rajtunk kívül egyáltalán nem is beszélnek erről az etnikai átrendeződésről, amely Magyarországon zajlik. De ezt is leírta remekül Pokol Béla a könyvében, hogy rasszizmussal bélyegzik meg azt, aki egyáltalán felmeri vetni ezeket a problémákat, holott világosan látszik az, hogy mind a bűnözési statisztikákban, mind az iskolai erőszak vonatkozásában, mind a munkanélküliség vonatkozásában a cigányság bőven felülreprezentált ahhoz képest, mint amennyi a lélekszám az összlakosságon belül. Ezek a problémák igenis magyar cigány együttélési problémák is. És ezeket ennek megfelelően kell kezelni.